egyeztet a Pékszövetség, csökkentenék a kenyér és a pékáru áfáját is. Ballagás hétfőtől több mint 3000-en érettségiznek Nyíregyházán. Nyári vakáció, az önkormányzat táborai június 20-ától várják a diákokat. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! A kenyér és a pékáruk áfa csökkentését kezdeményezi a Magyar Pékszövetség. Azt állítják, ezzel nőne a forgalom és jó hatással lenne a gazdaságra is. A Pékszövetség tanulmányt küldött az áfa csökkentés hatásáról a Földművelésügyi Minisztériumnak, és tárgyalást szeretnének folytatni nemzetgazdasági miniszterrel is. Kakaós csigát sütöttek ma reggel ebben a nyíregyházi látványpékségben. Ez a termék is akár 20%-kal lehetne olcsóbb, ha csökkentenék a pékárukra vonatkozó áfa mértékét. Ezt mondja a Magyar Pékszövetség. A vásárlók támogatnák a kezdeményezést. Igen, támogatnám, abszolút támogatnám. Hasonló szakmában dolgozunk mi is, tehát örülnék neki, hogyha a kenyér és pékáruknak a áfáját le lehetne vinni hasonlóan a húshoz, illetve a tejtermékekhez. Az idei évtől a sertés tőkehús terhelő forgalmi adó csökkent, a következő évben pedig a csirkehús és a tejtermékek áfája mérséklődhet a kormány tervei szerint. A pékek ezeket a lépéseket támogatják, azonban azt szeretnék elérni, hogy a kenyér és a pékáruk forgalmi adóját is csökkentsék. Amennyiben csökkenne az áfa, akkor nőne a forgalom, nőne a sütőiparnak a forgalma, illetve a költségvetésnek a bevételi oldala nem csökkenne, hiszen ezáltal csökkenne a fekete gazdaság, hiszen már kisebb mértékű áfában nem biztos, hogy érdemes foglalkozni. Tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy ez kedvező hatással lenne a gazdaságra és az embereknek a fogyasztására. A Pékszövetség azt mondja, az áfa csökkentésre vonatkozó tervük nem új keletű, évek óta szorgalmazzák. Kezdeményezésüket egy tanulmánnyal együtt már korábban megküldték a Földművelésügyi Tárcának. A kormányzati szakértők korábban arra hivatkozva utasították el a pékek tervezetét, hogy legalább 250 féle kenyér van forgalomban az országban, így nehéz lenne meghatározni, melyik számít alapvető élelmiszernek. A pékek ellenben azt mondják, az élelmiszerkönyv pontosan leírja, hogy milyen összetevőkből kell állnia egy terméknek, így akár speciálisan a legtöbbet fogyasztott pékárukra is vonatkozhatna az áfa csökkentés. A Magyar Pékszövetség hozzáfűzte, terveikről a nemzetgazdasági miniszterrel is szeretnének tárgyalni. Május 2-án kezdődnek az idei érettségi vizsgák. Nyíregyházán ebben az évben 3104 diák tesz érettségit. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 1700 tanuló választotta az emelt szintű vizsgát. Idén újdonság, hogy a kormányhivatalnak egy-egy fő számára japán, illetve kínai nyelvből is biztosítania kell az emelt szintű érettségi lehetőségét. Május 2-a és 24-e között zajlanak idén az írásbeli érettségi vizsgák. A szóbeli vizsgák emelt szinten június 2-ától 9-éig tartanak, június 13-a és 24-e között pedig a középszintű szóbeli vizsgákon kell teljesíteniük a diákoknak. Nyíregyházán ebben az évben 3104 diák érettségizik. Az érettségire jelentkezett tanulók száma nem egyezik meg a végzős középiskolások számával, sok vizsgázó ugyanis még nem fejezte be tanulmányait, de előrehozott érettségi vizsgát tesz, elsősorban idegen nyelvekből vagy informatika tantárgyból. Az érettségi vizsgák első hetén az 5 fő tantárgy vizsgájára kerül sor, mint minden évben most is ekkor lesz a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem, az angol, illetve német idegen nyelv írásbeli vizsga. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1742-en tesznek emelt szintű érettségi vizsgát, a tantárgyak közül népszerű a történelem, amelyet emelt szinten idén 350-en választottak. De sokan tesznek emelt szintű vizsgát biológiából és angol nyelvből is. Érdekesség pedig, hogy idén a kormányhivatalnak egy-egy fő számára japán, illetve kínai nyelvből is biztosítani kell az emelt szintű érettségi vizsgát. Az érettségi tételek kiválasztása szokás szerint most is zárt rendszerben történik. Több érettségi tételsort készítenek elő, ezek közül sorsolják ki, melyik az, amely a vizsganapján a diákok elé kerül. A sorsolás résztvevői sem tudják, mely szám mögött milyen témájú tétel, illetve feladatsor szerepel. Az Oktatási Hivatal logisztikai központján keresztül a kisorsolt tételsort gyártatja le, amelyeket zárt nejlontasakba csomagolnak, úgy juttatják el a vizsgázókhoz. Ezek a dolgozatok a héten már
leszállításra kerülnek a járáshivatalba. A járáshivatal képviselői az intézményekkel együtt, ugye még egy zárt borítékban vagy nájlontasokban megszámolják, hogy valóban annyi dolgozat érkezett meg a járáshivatalban, de a dolgozatokat ott nem veszik át, azt mindig csak az ott napon fogják átvenni, annak a reggelin, 6-tól mondjuk 7 óráig, ugye mindenkit behozta járáshivatal, hogy mikor veheti át ezeket a dolgozatokat, és minden nap átveszik, az iskolába fogják felbontani ezeket a bontási jegyzőkönyvvel együtt a dolgozatokat, és akkor rögtön közvetlenül már kerülnek is a tantermekbe, a felügyelő tanárok kezébe. Az idei érettségi vizsga lebonyolításánál az előző évhez képest semmilyen változás nem történik, csupán a finanszírozásnál lesz eltérés. Az érettségi vizsgabizottsági elnököknek a megbízási díjat ebben az évben a kormányhivatal fizeti ki. Jövőre várható a diákokat érintő változás, akik jelenleg szakközépiskolában tanulnak, a következő évben valószínűsíthető, hogy az érettségin ágazati vizsgatantárgyból kell számot adniuk tudásukról emelt szinten. Idén többen jelentkeztek az önkormányzat nyári táboraiba, mint 2015-ben. A szervezők 8 héten át 8 tábori helyszínen biztosítanak hasznos elfoglaltságot a nyíregyházi lakcímmel rendelkező általános iskolás diákoknak. Az első turnus június 20-án kezdődik. Nyolc hét és ismét gyermekzsivajtól lesz hangos a sóstói múzeumfalu és a többi tábori helyszín, ahol Nyíregyháza önkormányzata várja a vakációzó kisdiákokat. A programok olyan népszerűek voltak tavaly, hogy ebben az évben a sóstói múzeumfaluban 3-ra növelték a turnusok számát, így ott összesen 510 tanuló táborozhat. Az Arany János általános iskolai úszótábor 7 héten át fogadja a vízszerető tanulókat. Továbbra is népszerű a Kisvakon tábor, ahol idén 534 gyermek töltheti a szünidő egy részét. Sóstóhegyen a Szabó Lőrinc általános iskolában angol és német nyelvi táborban játszhatnak és tanulhatnak 5 turnusban a gyerekek, de nyelvi tábor a szülőskerti iskolában is lesz. Ott 2 héten át 62 fő ismerkedhet az angol nyelvvel. Az egyik legnépszerűbb napközis tábor a foci tábor. A 3 hetes lehetőség alatt 172 kisfiú rúghatja a labdát a focipályán edzők útmutatása mellett. Mindezek mellett a Göllesz Viktor speciális iskola tanulóit is várják szabadidős elfoglaltságok. Nyíregyháza önkormányzata idén is támogatja a diákok táborozását, így a szülőknek alig kell fizetni az egyhetes programért. 2450 forintba kerül egy gyermek egy hete teljes ellátással, programokkal és felügyelettel. Aki tartósan beteg vagy 3 gyermekes családban nevelkedik, azoknak 1225 forintot kell fizetni, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók pedig ingyenesen vehetnek részt a nyári táborban. Befejeződött a jelentkezés. 1600 támogatott hely már betelt, és több gyerek úgy gondolta, hogy még plusz 1 vagy 2 hetet szeretne a táborokban részt venni, és így önköltséges áron az idén is többen bevállalták. Ebben az évben Nyíregyháza önkormányzata 1 millió forinttal többet adott a tábor szervezésére, így a tavalyi 19,4 millió forint helyett idén 20,4 millióból gazdálkodhatnak a szervezők. Ezt az összeget turnusszám emelésre és a programok színesítésére fordították. Lehetőség van arra is, hogy a gyerekeket buszok szállítsák a táborokba. Ennek költsége 2640 forint egy hétre. Bár a jelentkezések már lezárultak, mégis van olyan, hogy egy-egy gyermek visszamondja lefoglalt helyét. A szervezők figyelnek arra, hogy a megmaradt helyeket feltöltsék, így a tervek szerint valamennyi jelentkező részt vehet az önkormányzat nyári táboraiban. A közúti vadbalesetek száma évről évre emelkedik, megelőzésükről, valamint baj esetén az eljárási szabályokról tartott a konferenciát Nyíregyházán. Az eseményen továbbá a legújabb munkahelyi ártalmakról is tájékoztatót hallhattak az érdeklődők. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár felmérése szerint 2014-ben 5238 olyan vadelütést regisztráltak, amelyek következtében a vad el is hullott. A közúton bekövetkező vadbalesetek száma sajnos évről évre növekszik, amelyek elsősorban az állatok életterét kettészelő utak, valamint az emberi terjeszkedés okozta leszűkült élettér miatt következnek be. A vadbalesetek még körültekintő vezetés esetén is sokszor kivéthetetlenek, ugyanis az állatok gyakran hirtelen féktávon belül kerülnek az autó elé.
Különösen veszélyes időszaknak számít az őszbakok párzása, amely július-augusztus hónapokra esik. A gimbika bőgési időszaka augusztus végén, szeptember elején, a dámbika barcogása októberben, a vaddisznó búgása novemberben. A tájékoztató konferencián elhangzott, a vadgazdálkodással kapcsolatos törvény ugyan nem változott, de vad és gépjármű szerencsétlen találkozása esetén a PTK néhány lényeges módosítást tartalmaz. Eddig ugye a kimondottan csak a vadász társaságok feleltek ezért, felróhatósági elv alapján feleltek ezért a vadkárakért, most már ez megváltozott, hál' Istennek, vagy sajnos, mindenki a saját maga dönti el. Most már nem felróhatóság elveit veszi figyelembe a bíróság, ugye, hanem attól függ, hogy milyen szerepet töltött be abban a balesetben, akár az autós, vagy akár a vadásztársaság. A vad és gépjármű ütközések közúti balesetnek minősülnek, ezért ha megtörtént a baj, feltétlenül értesíteni kell a rendőrséget, valamint a terület vadászatra jogosult szervezetének képviselőjét. Az elütött vadat a helyszínen kell hagyni, azt hazavinni nem lehet, ugyanis lopásnak minősül. Ha megtörtént a baleset, mind a vadásztársaságot, mind a gépjármű vezetőt felelősség terheli. Kártérítést csak a vizsgálat lezártával fizethet a vadásztársaság, akkor is kizárólag abban az esetben, ha felelőssége bizonyítást nyert. A vadveszélyt egyébként az egész országban táblák jelzik, amelyeket a vadásztársaságok rendszeresen ellenőriznek. A balesetek megelőzése érdekében a körültekintő vezetés a leghatékonyabb. A táblák észlelésekor csökkenteni kell a sebességet, a KRESZ ilyenkor 30 km/h sebesség határt ír elő. Mindezeken túl a kötelező biztosítás mellett egyes társaságok vadbalesetekre is kötnek biztosítást. A munkabiztonsági, foglalkoztatás egészségügyi, tűz- és környezetvédelmi egyesület által szervezett konferencián továbbá a legújabb munkahelyi ártalmakról, azok élettani hatásairól, valamint a tűzoltókészülékekkel és tűzcsapokkal kapcsolatban is előadást hallhattak az érdeklődők. A 4S2000 Kft. Alapításának 20. évfordulója alkalmából avattak emléktáblát a cég létrehozója tiszteletére. Mindjárt jönnek a részletek, előtte azonban nézzük a nap további híreit. Modernebb parkoló jegykiadó automatákra cseréli a korábbiakat a megyeszékhelyen a Nyír VV Kft. Ma a Búzatéren üzemelték be a korszerű berendezést, amely a jegyváltásnál már a jármű rendszámát is kéri. Az erdősoron folytatódik a csapadékvíz elvezető csatornahálózat tisztítása, a munkák idején forgalomkorlátozásra kell számítani. Reggel az Orosi út bevezető szakaszán egy személygépkocsi forgalmi okból lassított, a mögötte érkező menetrend szerinti autóbusz pedig belement. A busz mögötti jármű sem tudott megállni, így alakult ki a hármas ütközés, személyi sérülés nem történt. Délelőtt a Debreceni út kivezető szakaszán egy személygépkocsi megállt, mert balra akart kanyarodni, de a mögötte érkező beleütközött. A balesetben jelentős anyagi kár keletkezett. A 4S2000 Kft. Alapításának 20. évfordulója alkalmából avattak emléktáblát a cég létrehozója tiszteletére. A gép alkatrészekkel foglalkozó családi vállalkozás jelenleg az eredeti csarnok 6-szorosán működik, és 80%-ban a külföldi piacot szolgálja ki. A 4S2000 Kft. Alapítója Soltész Béla inasként került az egykori mezőgéphez, majd munka mellett leérettségizett és többször megkapta a szakma kiváló dolgozója címet. A 90-es években azért küzdött, hogy a vállalatnál felhalmozódott értékek ne vesszenek kárba. Éppen ezért 1996-ban megalapította a jelenlegi vállalkozást, ahol felesége Miskolci Zsuzsanna a pénzügyekért volt felelős. A 4S2000 Kft. 2000-ig csak hazai cégeknek gyártott, később kiléptek nemzetközi piacra, ma pedig már 80%-ban a külföldi megrendelők igényeit elégítik ki. A Soltész házaspár élete végéig dolgozott azért a közösségért, ahol nem csupán termelőeszközként tekintettek a dolgozókra. A cég születésének 20. évfordulóján a család, egykori és jelenlegi dolgozók, valamint barátok emlékeztek meg az alapítókról. A vállalkozás sikere azt gondolom, hogy a csapatban rejlik, illetve hogy mindenképpen a határidőre, a minőségre és az alázatra koncentrálunk, és ugye új kihívások vannak, egyre nagyobb minőségben, egyre pontosabban, egyre kisebb szállítási határidőkkel kell ezeket elvállalnunk, de mi bízunk abban, hogy a világszínvonalon és a mindenkori követelményeknek megfelelően helyt tudunk állni.
A középvállalkozás jelenleg egykori területének hatszorosán működik, és 100 nyíregyházi családnak biztosít megélhetést. Itt vannak már ugye nagyon sok ide, 1996 óta a cég nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, itt akarnak maradni, ez nyíregyházának nagyon fontos azt, hogy egy középvállalkozóit képzeli el a jelenét, a múltját, a jelenét és a jövőjét is, és azt hagyj emeljem már még azt ki, hogy nagyon fontos az a tisztelet, amivel a gyerekek most a szüleiket tisztelik meg azzal, hogy az 1996-ban alapított cégük emlékére emléktáblát nevelnek. Én azt gondolom, hogy a tisztelet ez egy nagyon fontos dolog, nem csak az életnek a különböző területén, hanem itt is a vállalkozásokban. A két egykori alapító, Soltész Béla és Soltész Béláné Miskolci Zsuzsanna tiszteletére a vállalkozás fennállásának 20. évfordulóján emléktáblát avattak. 26 millió forinttal támogatja idén Nyíregyháza önkormányzata a diáksportot. Mindezt ma jelentették be a város vezetői az atlétikai diákolimpiai döntőn, melyet a városi stadionban tartottak. Benépesült a városi stadion, itt rendezték a városi atlétikai diákolimpia döntőjét. A legjobb csapatok a megyei fináléba jutottak, ahol kiharcolhatják az országos döntőben való részvételt. Nyíregyháza önkormányzata ennek a versenynek a megrendezését is támogatta. A Köznevelési, Kulturális és Sportbizottság idén 26 millió forint felosztásáról döntött, melyel a város a diáksportot segíti. Ekkora összeget diáksportra fordítani, úgy gondolom, hogy példaértékű Nyíregyháza, és példaértékű lesz sok más megyei jogú város számára is. Mi a legfontosabb feladata az önkormányzatnak ebben a vonatkozásban, hogy ezt a pénzt odaítélte? A diáksport támogatása, a sport népszerűsítése, az egészséges életmód népszerűsítése, az intézmények a fiatalok körében. Igen, a fiatalokat célozzuk meg a diáksport támogatásával. Ahogy már korábban is nyilatkoztam, hogy a sportrendelet és a sportkoncept is hangsúlyozottan foglalkozik a diáksportnak, utánpótlás sportnak a támogatásával, tehát egy igen fiatal korosztályt célzunk meg ezzel az összeggel is. Pályázat keretében támogatja a város a diáksport feladatokat ellátó sportkörök, alapítványok és egyesületek működési kiadásait, a sportrendezvények költségeit, de segítik abban is az intézményeket, hogy elutazzanak versenyekre. Nagyon nagy segítség ez egy iskola életében, ugye nálunk is elég sok szakosztály működik, tehát különböző sportákkal foglalkozunk, elég nagy a gyerekanyag, ugye bevezették a mindennapos testnevelést, tehát rengeteg eszközre van szükségünk, ebből az összegből sokat tudunk erre fordítani, különböző versenyeket, kupákat tudunk mi is ebből megszervezni, tehát enélkül a támogatás nélkül elég nehéz helyzetben lennénk szerintem, nem csak mi, hanem más intézmény is. Nyíregyháza önként vállalta a sport támogatását, és az elmúlt évhez képest 3 millió forinttal többet áldoz diáksportra. A 26 millió forintból 8 milliót a Városi Diáksport Egyesület kapott, 18 milliót pedig felosztottak a pályázó szervezetek között. A sport különösen fontos lehet a fiatalok számára. A sport önmagában éve ad egy tartást, ad egy kitartást, ad egy szemléletet, legalábbis én nagyon remélem, hogyha valaki ezt űzi, amely távol tartja olyan dolgoktól, amelyek nem a normális élethez tartoznak, és ezáltal talál egy közösséget, talál magának egy családot, akkor is, hogyha egyéni sportágról van szó, és ezáltal az élete is szerintem jobbá, szebbé és boldoggá is válhat. Tehát mindenféleképpen ez egy nagyon fontos dolog. A város a jövőben is kiemelten támogatja a sportot, és szeretné fejleszteni a létesítményeket is. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. A kenyér és a pékáruk áfa csökkentését kezdeményezi a Magyar Pékszövetség. Azt állítják, ezzel nőne a forgalom és jó hatással lenne a gazdaságra is. A Pékszövetség tanulmányt küldött az áfa csökkentés hatásáról a Földművelésügyi Minisztériumnak, és tárgyalást szeretnének folytatni a nemzetgazdasági miniszterrel is. Május 2-án kezdődnek az idei érettségi vizsgák. Nyíregyházán ebben az évben 3104 diák tesz érettségit. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 1700 tanuló választotta az emelt szintű vizsgát. Idén többen jelentkeztek az önkormányzat nyári táboraiba, mint 2015-ben. A szervezők 8 héten át 8 tábori helyszínen biztosítanak hasznos elfoglaltságot a nyíregyházi lakcímmel rendelkező általános iskolás diákoknak. Az első turnus június 20-án kezdődik. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés. A legfrissebb információkkal pedig csütörtökön este várjuk majd önöket ismét. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!